Sziasztok, ez itt a hétközi forduló, az NB1.hu labdarúgást kibeszélő műsora. A mai adásunkban szó lesz a Smodics sztoriról, ami egészen máshogy hangzik Marco Rossi és a játékos tárolásában is, és arról is, hogy Margaret Kratz távozott a női labdarúgó válogatott éléről, úgyhogy ma is érdemes lesz velünk tartanatok. Ha eddig még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, és ahogy azt megszokhattátok, ma is négy vendég látogatott el ide a stúdióba. Sok szeretettel köszöntöm Elbert Gábor egyetemi oktató sportkócsot. Sziasztok! Kenesei Krisztián korábbi válogatott labdarúgót. Sziasztok! Szovunmi Tomászt korábbi válogatott labdarúgót. Sziasztok. És Opavszki Balást korábbi utánpótlás válogatott labdarúgót. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát ahogyan azt említettem, sok témával készültünk, hiszen van miről beszélni most is. Például arról, hogy kirakta a Ferencváros keretéből a nemrég hősként ünnepelt csatárt, ugyanis határozatlan időre kikerült a keretből Pesics. A klub a csakfoci.hu-nak pedig megerősítette, hogy a 31 éves szerb csatár fegyelmi vétséget követette, és mindig a Ferencváros érdekei a legfontosabbak, azokat egyetlen játékos személyes érdekei sem írhatják felül. Így fogalmaztak a zöld-fehérek. Mit gondoltak a fegyelmi problémáról? Egyáltalán hogyan merülhet fel ilyen? Krisztián? Én könnyű helyzetben vagyok, mert nekem is volt ilyen. Úgyhogy kétszer én is kikerültem. Hát ez bármiben megnyilvánulhat a játékostársakkal való viszony, az edzővel való nem jó kommunikáció. Igen, itt a konkrét esetben arról szóltak a hírek, hogy talán Dibusz Dénessel volt némi konfliktusa. Nyilván ez nem egy jó dolog a kapitánnyal, én azt gondolom összebalhézni, vagy még nem is azt mondom, hogy nem egyet érteni, de szerintem ez nem egy szerencsés történet. Főleg úgy, hogyha egy válogatott kapusról van szó, szóval válogatottnak egy oszlopos tagjáról. Biztos, hogy ez kiverhette a biztosítékot mindenkinek, úgy a klubvezetésnek, mint szerintem még lehet a játékostársaknak is. Úgyhogy azért ez nem egy egyszerű történet. Ugye a hír megfogalmazása az kísértetesen hasonlított a Diósgyőri megfogalmazása, amikor ugye ott edzőt váltottak, hogy a klub érdekeit semmilyen személyes érdek nem írhatja fölül. Én egyébként azt gondolom, hogy az öltözőben ennek kell lenni. Tehát ezt szerintem utólag Krisztián is azt elmondja, hogy ahol nincs rend, ott nem lesz eredmény. A Fradi ugye most a nemzetközi kupában nem játszik, ez egy nagy nyomás, hogy a bajnokságot muszáj megnyerniük, és az nem megy úgy, hogyha az öltözőbe széthúzás van. Te akkor jogosnak érted meg, vagy utólag hogy látod? Az én helyzetem más volt, mert nekem nem ilyennel kapcsolatban volt problémám. Nyilván mindig... Se elmeséled, az a nézettséget növeli? Nem tudom. Akkor jöhet a sztori. Ez egy régi sztori volt, amiben volt igazság természetesen, hogy a büntetés abszolút én mondjuk megérdemeltem, de nem ilyen fokozatban, mint ami történt. Tehát én is úgy, én például lekerültem a második csapatba egy darabig. Tehát ez teljesen egyetértek, hogy az öltözőnek rendben kell lennie, mert akkor tudsz eredményt elérni, ha egyfele kell húzni a játékosoknak, ugyanúgy az edzővel, a vezetőkkel, mindenkivel. Mindig vannak egy picit renitensebb játékosok, és ezt elfogadja valaki, vagy nem. Csak ugye annál a játékosnál, aki igazi húzó ember, szerintem könnyebben elfogadják, vagy megértőbbek lehetnek, vagy lehet más a szankció. Én azt gondolom, hogy Pesics ugye rúgott fontos volt a nemzetközi kupában, ezt nem lehet tőle elvitatni, de nem lett a Ferencvárosnak meghatározó húzó embere, ellentétben Dibusz Dénessel, tehát ilyen esetben vezetőként mondjuk azon is érdemes gondolkodni, hogy még hogyha a másiknak lenne igaza, akkor is a csapat meg a klub érdeke az lehet, hogy a Dibusz Dénest megerősíteni az öltözőben. Ha tényleg erről szólt, nem tudom. Tehát a pontos történet ismerete nélkül is azt mondjátok, hogy helyes döntés a Fradi részéről. Lehet olyan szituáció, hogy ez helyes döntés, persze. Én teljesen elfogadom. Tehát vannak nézeteltérések az öltözőben, nálam is volt a csapattársamban, jóban is lettünk utána. Ott én voltam a csapatkapitány, ő nem került szankció, mert mondtam, hogy megbeszéltük utána, de rendnek kell lennie. Tehát ha ez az útja, akkor ez az útja. Igen, és hát az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy erős karakterek vannak azért ebben a Fradiban. De máshogy nem megy. Tehát csupa aranyos, helyes gyerekkel nem lehet bajnokságot nyerni. Rendes gyerekekkel nem lehet. Az igen. Az igazság. Tehát a Lucsánszki Tamás barátom, akivel dolgoztunk együtt, ő mondta mindig, amikor egy játékosról szó került, hogy leigazoljuk, vagy ne, és mondtam, hogy én nem láttam focizni, de nagyon rendes gyerek, mondta, akkor nem igazoljuk le, de adunk neki bérletet az elsősorban, legalább nem fog köpködni. Mit szoktam mondani, milyen játékos? A rendes gyerek. Igen, és akkor tudjuk, hogy igen. Tehát, hogy az fontos, a mai én azt gondolom, az élsportban végül a karakter dönt.
Tehát ha valaki nézte a férfi kézilabda válogatott olimpiai selejtet utolsó meccset, az döntött, hogy nálunk több karakter volt. Ma meg lehet tanulni a stratégiát, a taktikát, erőbe jó, tehát mindent meg lehet tanulni, de végén az egyéniség dönt, és azt gondolom, hogy a Fradinak, ha tényleg e között a két ember között volt vita, akkor Dibusz Nénes nélkülözhetetlen, a Pesics helyett meg ott van a Varga meg a Kodró, akik jobb futballisták. Igen, érdekes, hogy ezt említed. Lehet, hogy mondjuk Kodró érkezése picit felkavartott az állóvizet? Biztos, tehát abszolút, ugye amit beszéltünk, hogy itt mindenki karakter egy Fradiba és ilyen szintű csapatoknál, úgyhogy visszatérve az előző sztorihoz, ilyen dolgok azért fordulnak elő egy öltözőbe és egy csapat életébe, úgyhogy én is egyetértek a Fradival, hogy ezt abszolút helyén kezelte a történetet. A Kodró esetében pedig, hát természetesen, tehát azért érkezett egy jó kvalitású támadó játékos a csapatba, aki minden ilyen érkezés felkavarja az állóvizet a csapaton belül. Úgyhogy teljesítménykényszer van, tehát... Uh-huh. Hát meglátjuk, hogy alakul majd a sorsa, és hogy egyáltalán látjuk-e még mondjuk a Fradi színeiben játszani. Na de beszéljünk az ősi rivális egy játékosáról, ugyanis az Újpest kis hián vereséget szenvedett a Mezőkövesd ellen az NB1 25. fordulójában, ám a Lilák 0-1-ről fordítva kis hián megnyerték a meccset, amit a kövesdi Karnyicki végül 2-re mentett a 92. percben. Az Újpest hőse Csobot Kevin volt, aki csereként beállva 11-est harcolt ki, majd két perccel később maga is betalált. A válogatott keretből ezúttal kimaradó csatár elérzékenyült a gólját követően, amiről így nyilatkozott a meccset követően. Hosszú gólcsendet törtem meg, adós voltam a szurkolóknak. Kaptam hideget, meleget, előtörtek az érzelmek a gólom után, de sajnos ez is kevés volt, és nem ért 3 pontot. Csobot a 10. fordulóban lejátszott Kecskemét elleni bajnokit követően szerzett újra gólt. Ez valóban egy elég hosszú gólcsend volt. Ilyenkor mit gondoltok, hogy az eredménytelenség miatt akár óhatatlanul kialakul némi feszültség a játékosban, és nyomja a vállát ez a teher, vagy egyszerűen csak vannak ilyen időszakok? A Krisztián nem tudja, milyen nem gólt rúgni. Még nem szólítottam meg. Nem mertem. Mit gondoltok Csobot helyzetéről? Kevin, én azt hiszem 12 éves, ott talán ő 2000-es születésű, amikor én Pécset dolgoztam a klubnál, elképesztő mennyiségű munka van benne. Ugye az apukája, a Robi, ő volt a Bicskei féle utánpótlás válogatott a Európa bajnok, és nagyon akarta, hogy ebből a gyerekből futballista legyen. Iszonyú sokat dolgozott, volt külföldön is, tehát hogyha néhány adással ezelőtt én szittem az Újpestet a sok szerintem gyenge képességű külföldi miatt, az, hogy a Csobot Kevinnek adnak lehetőséget, az viszont jó. És ez a gyerek egy nagyon érzékeny gyerek egyébként. Nagyon sok meló van benne, úgyhogy én nagyon szurkolok neki, hogy visszataláljon arra az útra, amit Újpesten megtalált, és ott tudjon lenni az Európa-bajnoki keretben, amiben nagyon nehéz bekerülni. Az meg teljesen érthető, hogyha bántják. Ugye Pécs egy kisebb város, elmész külföldre, nem mindig érted, hogy mit kiabálnak neked, Újpesten érted, és Újpesten kiabálnak is. És az teljesen érthető, hogyha ő először találkozik ilyesfajta bántással, akkor ez érzékenyen érinti, és erre a legjobb válasz, hogyha a pályán válaszol. Mit gondoltok, hogy az edzőváltás segített neki az utóbbi hetekben? Véleményem szerint igen, hisz a Géza többet kommunikál a játékosokkal, és inkább simogatja a lelküket, mint hogy ütiveri őket. Keményre visszatérve szerintem az is nyomta a vált, hogy kikerült a válogatott keretből, és ez a gól egy kis gát, az agondított fölnál, és ha ez így kell kijönni, akkor így kell kijönni, tehát ezt el kell fogadni, sőt inkább dicséretes dolog, hogy férfiként mecsélni. Én ezt úgy gondolom, hogy volt egy megelőlegezett bizalom, én azt gondolom ő felé itt a válogatott részéről, tehát bekerült fiatalon, míg azért a teljesítmény én szinte nincs arányában azzal, hogy ő magyar válogatott tudott lenni. Ettől függetlenül nem elvenni az érdemeiből, mert egy tehetséges fiatal srácról van szó, akinek még nagyon nagy utat kell bejárni ahhoz, hogy olyan eredményeket tudjon elérni, ami valószínűleg benne van. És egy picit, ahogy Gábor is mondta, én azt gondolom, hogy ő egy picit más útra terelődött most itt. Így lehet, hogy a klubváltás, nyilván a külföldön volt, a válogatott, most ide került Újpestre, ami azért egy nagyon nagy múltú csapat, és ebbe bele kell rázódni. Én ezt így látom, és egy picit rossz irányba indult el itt Újpesten,
De ha vissza fog térni arra. Mit gondolsz, mi lehetett ennek a rossz iránynak az indikátora? Szerintem benne van az is, hogy egy fiatal srác megkapta a bizalmat a válogatottól, válogatott kerettag lett, játszott is a válogatottban, ilyenkor óvatatlan, hogy egy picit azért... A klubcsapat meg sikertelen, igen, tehát igen, nem sikertelen. Volt sikerélmény. És ilyenkor azért ő neki kéne lenni ugye a húzó embernek ebben a csapatban, mint válogatott játékos. És szerintem ezt nem biztos, hogy ő jó kezelte. Viszont most ugye a Gézával, ahogy Tomás is mondta, elindultak egy normális úton, teljesen más karakterű edző, én is dolgoztam a Gézával együtt, tényleg ő inkább a játékosoknak az érzelmeire próbál hatni, ő tényleg próbál őket simogatni. És szerintem ezzel én már most látom, hogy sokkal jobb úton van. Igen, tehát az látszik, hogy Csobot bizonyítani szeretne, akkor Mészői Géza ebben segítség lehet neki akár ilyen mentor szerepben is. Abszolút, ugye a Kevinnel játszottunk egy pár meccset együtt, és egy nagyon jó mentalitás, és nagyon tehetséges srácról van szó. Úgyhogy, de azért azt gondolom, hogy ez természetes, azért a játékos életében vannak hullámvölgyek, nem kell ezt túl misztifikálni, a Kevinnek volt egy nagyon jól kezdődött a szezon neki, bekerült Újpestre, a szurkolók felkapták őt, a válogatottba is bekerült, válogatott kerettag lett, már mutatta ott is, meg átjöttek a sikerek, egyszerűen bekerült egy olyan hullámvölgybe, ami elég hosszú időn keresztül benne volt. Úgyhogy de azt látjuk, hogy csereként beállva minden meccsen hozzá tud járulni a csapat sikeréhez, úgyhogy csak türelmel kell lenni szerintem, és jönni fognak az eredmények, a sikerek, a kezdőcsapat is, és meglátjuk, hogy akár júniusban már ott tud lenni. Az biztos, hogy nagyon kevés ilyen játékos van, akivel ilyen sebesség van, ilyen cselezőkészség, erre nagyon nagy szükség van, ugyanúgy a magyar labdarúgásnak is, mint nemzetközi szinten, hiszen kevés, ahogy beszéltük, a kreatív játékos is, azért ő benne, ez benne van, lépkedni kell előre, mindig egy lépcsőfokot, és tényleg úgy kell játszani a saját csapatában, hogy ő egy kimagasló játékosnak számítson, mert azért volt ő válogatott. És még azért is lehet, mert még nagyon fiatal. Igen, és ez egy fontos dolog szerintem, hogy neki meglehet a magabiztossága, mert a meló benne van. Tehát azon kevés játékosok egyike, aki iszonytatos sok munkát végzett el külön is. Ennek mondom, egy részét láttam pici korában. Tehát, hogy ez adhat magabiztosságot. Ugye vissza fog fordulni, és újra menni fog. Viszont kevés a karakter a csapatban, aki most segítette volna átlendülni ezen a gáton. Én nem merem az Újpestet látni. Igen, tehát abban a keretben valóban az, hogyha teljesen így van, hiszen ő a válogatott, hogy neki ott vezérnek kell lenni, de hogy kellene néhány olyan idősebb, tapasztaltabb játékos, aki ilyenkor segít, és ez nincs. Tehát amikor egy keretet összerakunk, akkor fontos az, hogy milyen karaktereket, milyen korú játékosokat, és az Újpestben ezt a tudatosságot keresem. Pont még nagyon. Jó, okay. Tehát ebben nem lehet belekötni. És igen, talán az is benne van, hogy ő még lehet túl fiatal ehhez, hogy ő legyen a vezér itt egy Újpestben. Hát azért az Újpest azért egy elég nagy múltú klub, és ezt jól fogalmaztam. Nem. Most nagyon óvatoskodtok. Szórakozunk magunkkal. Igen, tehát, ki az Újpest csapatkapitánya? Most na, ez a probléma, én volt. Azt gondolom. Igen. Igen. Mindig a kapus. De hogy igen, tehát hogy nem tudjuk megmondani az Újpestben azt a 3-4-5 játékost, aki ilyenkor tud szólni a fiatal válogatottnak, hogy gyere kicsi, elmesélem, hogy ilyenkor mit kell csinálni, vagy tudok a saját életemből példát mondani, mert hogy nincsen a keretben. Ugye Simon Krisztián az, aki a legrégebbi újpesti, de ő meg nagyon keveset játszik, mert valószínűleg azért, mert hogy az összes térdét sokszor operáltak. Én nem gondolom. Nem gondolom. Vincent lehetne ilyen karakter, csak olyan csendes, hogy magával sem nagyon beszélget. Tehát így nem várom, hogy a csapattársaival. Őt nem fogják kitenni. Szóval ez egy nehéz dolog, tehát részben viccelünk rajta, de hogy amikor összeraksz egy keretet, akkor ez fontos kellene, hogy legyen, hogy tényleg van sok jó fiatal, de ha nincs meg a gerinc, vagy nincs meg a fa, amire akaszgatni lehet őket dísznek, akkor az nem működik, vagy sokkal hosszabb idő. Tehát oda kellenének, amit az Csongvai, aki szintén fiatal volt, elment Fehérvárra, már ott is ő a csapatkapitány. Tehát neki van egy olyan karaktere, ami kellene az Újpestnek. Én ezt most nem látom, lehet, hogy a Géza tudja, hogy kikre lehet ilyen szempontból számítani, de hogy a magyarok közt nem látok ilyet, az majdnem biztos. De a Csongvai több karakter mellett játszott, vagy között. Így van, az
meg a másik, tehát hogy olyan, abban az időszakban volt, akik felkarolták. Mondjuk ez a legjobb szó a karakter. Ki milyen? Tehát, hogy ez ilyen számomra nehéz a Kevinnek. Hogy látjátok Kevin visszatérését a válogatottba? Van szansz az Európa-bajnokságig? Hát ha mindenki, mindenki egészséges, akkor szerintem a 23-as keretből olyan 18-19 hely az foglal. Tehát most végig lehetne menni, két kapus biztos, a harmadik most a Tóth Balázs látszik, lehet, hogy a Szappanos visszatér, de még azt is el tudom képzelni, Hegyi Krisztián. A védelemben, hogy az Orbán mellett nagyjából adott az a két ember, a Lang és Szalai, aki játszott, most itt van ugye Balogh már följött ehhez, meg a Kisdárdai, még egy hely ott lehet, középen három ember megvan, Scheffer, Nagy Ádám, meg a Stiles, talán lehet egy negyedik, Négo és valószínűleg a Bolla a jobb oldal, Kerkez, Nagy Zsolt a bal oldal, Sallai, Szoboszlai, Kalmár Zsolt kiesett, de ott van Gazdag Dani, elől ott van Varga Ádám, és akkor nagyjából 20 ember nevet elmondtam a 23-ból, tehát nagyon nehéz oldal, és nincs is olyan poszt, amit a Kevin játszik egyébként. Az meg megint egy nehéz dolog, hogy ő ugye támadó középpár Szoboszlai Sallai helyén szerintem még súlytalan, elől Varga Ádám Martin más karakter, akkor még szélsőt játszhatna, azt meg már hogy ezt a vonaltól vonalig, amit hogy szoktam most mondani? Wingback. Tehát van ennek valami magyar kifejezése, amit én még nem sikerült megjegyezni, tehát viccet félretért, tehát az ötvédős vagy háromvédős rendszer a két szélén szerintem azt ő nem játszott, tehát igazából neki a legnagyobb nehézség az, hogy nincs olyan poszt. Posztalan. Igen, ebben a válogatottban, amit a összerakott Rossi, ebben a szerkezetben vagy ebben a rendszerben nagyon nehéz neki helyet találni. De már összeraktad a keretet. De nagyjából így van, és akkor még a Botka Endréről nem beszéltünk, aki szintén pályázik, a Fiola Attila, akivel én nagyon elfogult vagyok pozitív értelemben, szintén azt gondolom. Én azt gondolom, hogy például őt nem tudom elképzelni, hogy kiadja a keretbe. A Fiolát? Én se. De nem tudom elképzelni, mert végigvitte ezt a... Meg ő egy olyan karakterű ember egyébként, ha erről beszélgetünk, tehát akinek ott kell lenni az öltözőben, tehát én ugye itt is mondtam tőle, hogy az, hogy a Kalmár Zsolt és a Fiola Attila ott van Fehérváron az öltözőben, ez a kulcsa annak, hogy az a csapat egyszer meg fog indulni. És én hiszek abban, hogy az ő szerepük ott a Vidinél ez. Igen, és ha már itt tartunk, akkor ki az, akit még mondjuk hiányoltatok a keretből, vagy... A Kenesi Krisztián. Köszönöm. Krisztián? Igen, én még odafél. Nem, én nyilván nekem hazahúz a szívem, esetleg ott középpályára, hogyha kell a Katamisit, igen, én őt éretnek találom már, attól függetlenül, hogy ugye még egy fiatal játékosnak számít, ő az MTK kapitánya, ez is egy picit ilyen megerőlegezett bizalom, én úgy gondolom, hogy ott a Némóék mellett azért nem könnyű kapitánynak lenni. Ez így van. De Németh Krisztián is azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, hogyha Kata Mihály. Na hát, hogyha az igen, biztos akkor így van, de a Misi szerintem... Mármint nem a csapatkapitány, hanem a válogatottban, hogy szerepeljen. De ez így van, mert egyébként ez egy nagyon jó dolog lenne. Az, hogy mennyire érett meg rá, ezt majd a Márko eldönti, hogy belefér-e ebbe az utazó keretbe. Nekünk biztos, hogy nagyon jót tenne már, mint a klubnak, de én azt gondolom, hogy igen, meg is érett már talán a nemzetközi szintre. Persze neki is van a hullám, ugye minden fiatal játékosnak, de ő eléggé hoz egy stabil teljesítményt az MTK-ban. Úgyhogy hazahúzó szívvel beszélek, igen. Akkor én nagyon szeretném, hogy a Paksból, amelyik az egész jó szerepel, szerintem messze túl teljesít. Ott is van egy-két olyan játékos, én mindig a Pap Kristófot szoktam mondani, aki hosszú-hosszú évek óta nagyon stabilan játszik, egy nagyon nehéz poszton, ugye egy ilyen 6-8-as közötti poszton a középpályán. Én nagyon örültem volna, hogyha ő kapott volna lehetőséget, nyilván most már nem fog, tehát nagyon meglepődnék, hogyha Rossi beemelne olyan játékot, pedig közelről nem játszott, nem látott, de én például nagyon régóta bíztam abban, hogy ő egyszer oda tud kerülni. Ha most nem fog, akkor már nem fog. Vasasból. Van valaki, aki hiányzik. Én a Lindekerjocit mondanám, mert sokat, tehát több poszton bevethető és védekező középpályás létére elég sok gólt szerezve a Pax színeiben. 8-at rúgott elég? Igen. Yeah. És a levegőben elég jó, és annak ellenére, mindenki azt mondja, hogy nem tudják, hogy ilyen jó fejjel ott vannak a gólok, tehát ezt nem tudom összetenni, ezt a és mind a kettő nagyon jó ember is, nagyon jó karakter, ha már visszatérünk az előző témához. Balázs? Önmagában azt gondolom, hogy Rossinak azért van egy elég hosszú listája a kimaradók közül is, és azért azt a nyilván a magyar játékosoknak a
gyengesége, ugye, hogy még nem tartott az NBA-t, mint a nemzetközi rutinnal rendelkező játékosok, akik eredve vannak. Nem úszod meg, hogy nevet mondjál. Nem fogok nevet mondani. Nem. Látom, azért mondom. De önmagában szerencsére nagy a versenyhelyzet, és jönnek fel a magyar játékosok is, a Magyarországon játszó játékosok is bőven is fejlődnek. Úgyhogy nehéz dolga lesz szerintem Rossinak az következő. De itt nem értenék veled egyet, mert miért? Nem az NBA gyengesége, hanem az, hogy a magyar játékosok nem játszanak, és egy gyengébb külföldi játszik. Nekem inkább ezzel van probléma. Szerintem mind a kettő igaz. Én azt gondolom, hogy OTP Bankliga játékost hívott meg mindössze. De sok országban van ilyen. De nem csak az, a magyarok zövében NB2-ben játszanak. Tehát most elnézést, hozzuk a idézőjelbe hatodrangú külföldit, akinek a legnagyobb bajnokság az NB1 lesz, és ő játszik, a magyar játékos meg nem fér oda, és játszik NB2-ben, NB3-ban, inkább ezzel van a probléma. Ezzel, én azt gondolom, Tomásznak igazam. Minőségi játékosokat hoznánk, mint ami Cipruson is hoznak, hogy egy rutinosabb La Ligából, Premier League-ből évkező játékos, aki mellett a magyar megtanul focizni, az jó, de mi sajnos nem ezt csináljuk. Ez évek oda tendencia itt nálunk. Egyébként a német futballnak is ez az egyik legfőbb problémája, hogy bizonyos posztokon nincs német a Bundesligában. Tehát belső védő, meg szélső védő nincs. A Kimmichet vissza fogják rakni jobb hátvédben, nincs német jobb hátvéd. Tehát Lomásznak ebbe igaza van. Bár az NB1 sem üti még. Nem, ezzel részével egyetértek abszolút, tehát ez vitathatatlan. Jó, az NB1 az mindig olyan lesz, tudod, hogy mindig lesz hiányérzet mindenkinek, szóval... De nézd meg a cseheket, tehát most a Sparta meg a Slavia is ott van még, a múlt héten nézhettük őket, és mind a kettőben 7-8 cseh játszik. Persze. Tehát, hogy ne de a németek, meg a franciát ez mondjam. Igaz, szóval, tehát előbb teszek be magyart, ha billeg is a történet, mint mondjuk egy külföld. Tehát egy külföld olyan... akkor, tehát egy normális országban ez úgy van, hogy a külföld akkor rakod be, ha kétszer-háromszor annyit tesz le az asztalra. Tehát, most itt kicsit visszatér a Fradina, oké, ott igazolgatják azokat a külföldi. Nem világsztárokat igazolnak, de mondjuk egy... Na, ott van egy-két jó futbolista minden évben. Igen, külföldi labdarúgó van, azért olyan klub, ne nevesítsünk, ahol hát botozzák kb. A labdát. Külföldi, de jó, itt van. Tehát akkor játszom. Nagyon óvatos vagy, hogy nem mondasz klubneveket. Igen, nem. Kicsit csalódás ez nekem. Igen, játszom fiatal. Akkor tegyünk be fiatalt. Hát most egyébként megértem a fiatalt is, hogy nehezebben, tehát 12 csapatos bajnokságban nagyon nehéz embert tenni, mert mindenki arra megy rá, hogy... De raknak be olyan külföldit is, ami szintén... Amúgy igen. Szóval azért mondom, hogy ez így világ, ez az egész. Tehát teljesen mindegy, most fiatal tesz ebbe is vele. Passzak be ki jó. Vagy a külföldit, aki nem olyan jó. Tehát ez most választ ki, hát akkor inkább lehet a magyar teszem be. Balázs, erről neked azért személyes tapasztalatod is van. De nem fog nevet mondani. Nevet nem mondok, de van. Sajnos ez így van, hogy előrébb részesítjük a külföldit, akár. Tehát, hogyha már azon vacilálunk, hogy van egy azonos képesség, vagy majdnem azonos képességű hatodrangú külföldi, ahogy mondtad, vagy egy magyar fiatal játékos, nem lenne esély gondolkozni, tehát hogy nem is kellene gondolkodni, hanem magyar játékos kellene előnyben részesíteni. És lehet látni, hogy a Liverpoolban múltkor az FA kupában, nem most a Manchester, hanem a korábbi fordulón 8-10 éves játszott, a Barcelonában a Hetafe ellen 5-10 éves játszott, tehát az a kubási és a Fort egymás mellett tudtak játszani most a bajnoki meccsen, ketten együtt 34 évesek. Meg azért megnézném, mint ezt sokszor szokták mondani, hogy a külföldi játékos gazdaságilag vagy átigazás szempontjából jobb a klubnak. Azt szokták mondani, hogy gazdaságilag jobban megérszik, azt nem szokták mondani. Hát maradjunk a válogatott. Az van, hogy a drága magyar. Igen. Drága magyar játék. Megnézném azért a számokat mögötte. Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, de maradunk még a válogatottnál, egy újabb név merült fel ugyanis. Márko Rossi a márciusi felkészülési mérkőzésekre történt kerethirdetés sajtótájékoztatóján élesen bírálta az egyik nagyapja révén magyar származású ír Semis Modricot. A szövetségi kapitány szerint kellemetlen volt, hogy valaki beszélhetett a meghívásáról az ír médiában. Rossi azt is sejteni véli, hogy vagy maga a játékos, vagy a menedzsere terítette az információt, mégpedig azért, hogy meghívják őt az ír válogatottba. Ha ez volt Smodics terve, akkor célt ért vele, ugyanis meghívták őt az ír válogatottba a belgák és a svájciak elleni felkészülési mérkőzésekre.
Smodics azonban utólag azt állította az ír sajtónak nyilatkozva, hogy semmi nem történt az ügyben, ő csak a közösségi médián keresztül értesült arról, hogy tervben lehet a magyar csapatba való meghívása. Hát ez egy nagyon érdekes helyzet. Ő a menedzser, hogy gondoltok? Hogyan kerülhet ki egy ilyen információ? Hát ha már két ember tud róla, egy harmadik is tudni fog róla, tehát innentől kezdve a felesége, barátnője, anyukája, apukája, bárkitől, csapattársától, tehát nem biztos, hogy a játékos közvetlen környezetéből került ki a sajtó felé. Egyáltalán az, hogy szóba került, hogy magyar válogatott lesz. Tehát nekem ez egy nagyon érdekes, beszélgetünk már adás előtt, hogy ugye a világ ebbe az irányba megy. Tehát lehet azt mondani, hogy nem csak az játszon, aki itthoni magyar, aki nem tudom, és azt gondolom, hogy ha a szívünkre hallgatunk, akkor ez így lenne jól. De hogy ebben a csapatban Kerkez Milos húzóember, Stiles, aki egy angol harmadosztályi csapatban játszott balhátvédet nálunk középső középpályás tud játszani, a Négó Lajos, ugye, ahogy a Hajdúvé Pisti elnevezte a góljánál, húzóember tud lenni, az Orbán Vili, a német válogatottnak is erőssége lenne, tehát szerintem a németek fogják a fejüket. És érdekes, ugye most a Dárdai Marci, akinél szintén ez egy érdekes. Tehát ott egészen máshogy zajlott ez a dolog. Igen, ott mondjuk mi is, de mi is látjuk a magyar gyökereket, a többieknél nem, csak halljuk. Uh-huh. De lehet végigmentet az Aston Villának a jobb hátvédje, lengyel válogatott a nevéből nem következően. Tehát nagyon sok felé lehet menni a világba. Ez egy trend, hogy ez jó vagy rossz, ezen lehet vitatkozni, de ha ezt nem vállaljuk mi be, akkor lemaradunk, mert tehát bal hátvédünk szerintem a Tóth József óta nem nagyon volt, hogyha a Gálhéd Gyűlézen nem sértődik meg, de hogy vannak posztok, a hiány posztra honosítunk valós magyar gyökerekkel rendelkező játékosokat, attól erősödik a válogatott. Hogy ennek hol van a lélektani határa, az egy érdekes kérdés. Én szerintem mindenki nagyon örül a válogatott sikerének, mert ez egy nagyon nagy, és nagyon igazad van, ezek a játékosok igen húzó emberei a válogatottnak, hogy szépen adagolva is vannak, ugye, mert elkezdődött az Orbánnal, aztán... Hát a Nikolic volt az első, ugye, jó, a Nikó, igen, szépen lépkedtünk. Aztán a Vinícius, ami igen, határeset volt. Igen, én csak azt látom, hogy itt már lassan inkább angolul beszélünk, mint magyarul, amiben valószínűleg nincs gond, mert eredményesek vagyunk. Csak például ez is, hogy most egy ír játékost találunk meg a csatárposztra, hogy most akkor tehát azért mondom, hogy szóba került, hogy ő esetleg lehet, persze, ez lehet, hogy aztán tényleg egy nagyon jó fogás volt neki, mert ugye, hogy te is majd kikerült, hoppá, hirtelen már meg is vagyok hívva az ír válogatottba. Gondolod, hogy azért lett meg ki, hogy nem hiszem, magyar válogatott? Nem hiszem, de lehet, hogy vagy hogy az ír válogatottságra pályázott volna? Ez ilyenkor? Ki tudja, nem, most én ennyire azért nem mentem be. Nyilatkozatait olvastam korábban, hogy ő mindig írnek vallotta magát, és hogy azért dolgozik, hogy ír válogatott legyen. Igen, csak azért mondtam, hogy a zenei, hogy ugye egyáltalán szóba került, hogy magyar válogatott legyen, úgyhogy ha ilyeneket nyilatkozott, akkor egyáltalán hogy kerülhet szóba, hogy ő magyar válogatott lehetne. Ez is már üzlet is, tehát ahogy a klubfutball régóta üzlet, ma már a válogatott futball is üzlet. Persze, lett. Ez, igen. Tehát, hogy olyan pénzek forognak, ha kijutsz egy eseményre, ha ott pontokat szerzel, hogy ez üzletté válik. Igen, de most természetesen mondom, nem senkit nem minősítve, mert a magyar válogatott szerintem extra, hogy teljesít az utóbbi években, nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, ezt mindenki látja, tudja mindenki. Most én azt gondolom, hogy csatárposzton is egyébként nem állunk olyan rosszul, mert a Barnival különösen ugye megtalálták őnek is. Mikor robbant be? Gyírmótra. Azt tudom, azért mondom, hogy igen, hány éve? Gyírmót, Paks, három éve berobbant, ugye ide a magyar labdarúgásban, Gyírmót, Paks, Bomba. Őt is volt olyan öltöző, ahonnan kirakták, mert... Na. Biztos későn érő típus. Igen. De nincs ezzel gond, tehát. Szóval meg vagyunk az Ádám. Egyébként Smodics is 28 éves, és még nem volt válogatott. Mondjuk az érdekes, hogy ugye a 2020-ban bevezetett FIFA szabályok miatt, hogyha Smodics akár barátságos mérkőzésen lép pályára, attól függetlenül tétmérkőzésen még szerepelhet a magyar válogatottban. Igen, bár ez, Márko Rossi nyilatkozata után, játszania. Mit gondoljátok? Ez minden sportágban ugye szabályozzák, ez az első ilyen, az asztali teniszben volt ugye, hogy mindenhol kínaiak játszottak. Tényleg, tehát az volt az első, és onnan kezdték el szabályozni, aztán az atlétáknál kezdték el szabályozni, mert ott is nagyon sok
Hú, hogy mondjam ezt? Nem tudom, hogy fogalmazza, hogy a Géza sorsára jussak. Tehát, hogy nagyon sok afrikai gyökerekkel bíró versenyző lett európai, és akkor ott is elkezdték szabályozni, aztán a labdajátékokban, igen, a Kateri kézilabda világbajnokság például. Tehát a világ az ilyenné vált, nem lehet jó szabályt hozni, mert ugye elkezdte a Magyar Szövetség is, hogy akkor a futball magyar, és amikor Tamási Zsoltit leigazoltuk, Olaszországból haza akartok hozni Paksra, akkor kiderült, hogy ő a szabály szerint nem számít magyarnak, miközben itthon született, anyukája, apukája, mert hogy abban az érzékeny időszakban, az utánpótlás korában nem töltött itthon egy percet sem, tehát hogy igazolás szempontjából ő külföldinek számított volna. Tehát, hogy nem lehet jó szabályt hozni, mert nyilván törekszik mindenki, hogy észszerű és a valóságot lekövető szabályozás legyen, és akkor mindig van egy olyan eset, amit nem lehet értelmezni. Vagy most ugye az ukrán háború miatt az ukránokra más szabályok vonatkoznak, ami vagy jó, vagy nem. De volt a férfi kézlabda, Perez meg a Diaz nevű két kubai magyar, és náluk magyarabb egyébként nem volt. Tehát ők tiszta szívből voltak magyarok, és imádta őket a közönség. Szóval, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Mit gondoltok a Smodics helyzetről, hogy Marco Rossi teljesen elvágta ezt a vonalat? Amíg a Varga Barni meg Ádám Martin egészséges, addig biztos. Ha ott valami baj van, akkor az eredmény érdekében lehet, hogy átgondolja. Ja, ezért mondtam, hogy igazából csatárokban nagyjából most, ha csak kettőnél, ugye egyen játszik a magyar válogatott, kettő van, tudnak cserélni, még ott a gazdi is, akit oda föl lehet tologatni. Sokat játszik. Tehát vannak hárman, hát nyilván igen, hogyha esetleg van egy sérülés, én akkor sem biztos, hogy ott kukáznék arra felé, megnézném itt a magyar közegben, hogy kit lehetne esetleg találni fiatal játékost, teljesen mindegy, mert most a Barni, hogyha egészséges, én azt gondolom, ő játszik, szóval tehát nem biztos, hogy arra kéne. De csak kérdés, hogy hol vannak mi magyarok, akik játszanak. Hát igen. Hát egy gyökeres volt, aki szerettük volna még Nyíregyházára vinni 2017-ben, de mondta a tulajdonos, hogy ez nem az a szint. Igen. És igaza volt egyébként. Csak másik oldalról. De hogy én azt gondolom, hogy magyar gyökerekkel bíró embereket azért a világban lehet találni. Magyar szerintem mindenhol. Itt az a kérdés, és szerintem egyébként ezt csinálja Rossi, hogy melyik az a poszt, ahova erősítés kell. Tehát nagyon fontos volt a Dárdai Márton, mert ugye a Szalai Attila keveset játszik, és ballábas belső védőre meg szükség van. Mit gondoltok, hogy Dárdai Mártonnál egyértelmű volt a magyar válogatottság kérdése? Szerintem ez egy nagyon összetett kérdés. Majd ugye beszélünk a női futballról, ahol van két irányunk, az egyik Jakab Fizsanett, aki mindig magyar válogatott akart lenni, és ezért nem lett világbajnok, meg olimpia bajnok. És ugye van a Marozsán Jennifer, aki meg azt az utat választ, egyébként az is teljesen érthető, hogy magyar zászló van a stoplisán, de német válogatott, így olimpiai bajnok, meg világbajnokságon, meg EB-n eséllyel indul. Ez mind a két út járható. Ugye a Dárdai Palinak a gyerekei Berlinben szocializálódtak. Tehát beszélnek magyarul magyarok, de egyébként németek is legalább annyira. Az is érthető lett volna. Nyilván szerintem mindannyian örülünk annak, hogy Dárdai Márton úgy döntött, hogy magyar válogatott lesz, és szerintem még az öccse is lesz magyar válogatott, mert ha igaz, akkor a három gyerekből állítólag ő a legjobb. Nem egy rossz felhozata. Igen. Mert Pali se volt rossz, mert ő is játszott. Igen, igen. Szemben, egyébként ez visszatérve egy mondat, én azt gondolom, hogy lehet, hogy a Pali is inkább erre. Tehát, hogy a magyar tolja a gyerekeket, hát most... Nagyon nehéz, mert hogyha ez a német válogatott esélyes lenne arra, hogy most is Európa bajnok, meg világbajnok, akkor még nehezebb döntés. Szerencsére ez most egy rossz német válogatott. Már a német válogatott szintjéhez képest. Remélem, hogy ez megkönnyítette a döntést, hogy ez a magyar válogatott, ez reális eséllyel veszi fel a versenyt ma a német válogatottal. Ha ugyanaz a különbség lenne, mint mondjuk volt 15 éve, akkor nehezebb lett volna a magyar válogatottat választani. Szerintem. Balázs? Összetett kérdés, de magában azt gondolom, hogy játékos szempontból azért egy válogatottat nem lehet úgy kezelni, mint egy klubszintű igazolást. Tehát a klub szinten azért el tudjuk dönteni, hogy amelyik csapat jobb, akkor oda megyek nyilván, és akkor az én karakterem is fejlődik. Viszont azért egy válogatott szinten ott vannak olyan szubjektív érzelmi kötődések, elemek, amik azt gondolom, hogy felülírhatják azt, hogy
melyik állatotban teljesen egyetértek veled, de se neked, se nekem nem volt ez reális veszély, hogy azt mondják, hogy legyen német válogatott. Ők meg ott nőnek föl Berlinben, nekik ez abszolút a realitás, és nekik az életük az az. De volt ilyen magyar sport, a Rácz Marian, akit valamiért nem hívtak meg a magyar válogatott, és akkor ott nem, sőt, hazudok, nem, meg magyar válogatott végig, de hogy a magyar válogatott nem jutott ki az olimpiára, az osztrákok meg mondták, hogy gyere ki. És ezt nem sem tudok pálcát törni felett. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. A Dádaéknál szerintem ez egy nagyon komoly dilemma, mert ők legalább annyira németek, mint magyarok. Ott élték az életüket. Ott jártak iskolába, ott voltak szerelmesek, vagy vannak, nem tudom. Tehát az egész életük ahhoz kötődik, hogy ők berliniek. De nem gondolom pont egyébként a Pali miatt, hogy ez ennyire nehéz döntés lett volna. Szerintem én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz döntés. Nem könnyű döntés. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz. Az Orbán Vilinél az egy érdekesebb döntés, hogy ő mitől érezte magyarnak. Szerintem nem hívták volna. Azt én pont ezt akartam mondani, szerintem ő nem volt képbe még a német válogatottnál. Itt képbe került. Mert ő nem is itt játszott. És itt tudná játszani. Igen. Valószínűleg ez jó föl lett vezetve. És eldöntötte, hogy akkor én magyar válogatottam. De az is egy óriási kockázat volt. Tehát azért Orbán Vilinél, ő már azon a szinten volt, hogy ott volt a német válogatott kapujába előtte szerintem valahol. Nem. De én meg pont ezt mondom, hogy szerintem nem szerintem volt. Ha ott lett volna, nincs ilyen döntés, hogy magyar lesz. Figyelj. Nem hiszem, hogy... Mert Loic Négo meg egy harmadik út, tehát hogy mennyire bonyolult ez, aki meg ugye Franciaországban született, ránézése is franciább, mint magyar, és szóban nem jött a francia vált, hogy Magyarországon meg szeretett lenni. De hogy volt olyan játékos, hogy a Vinicius, aki brazil, Magyarországon szeretett lenni, honosították, válogatott lett, már eligazolt. A Négo is ugye visszament Franciaországba, tehát nehezen értelmezhető. Tehát én azt gondolom, hogy az a nehéz ebben, amit talán az előbb is próbáltam mondani, hogy minden egyes eset más. Tehát bármilyen szabályt hozhatsz, teljesen egyetértek a filozófiáddal. Tehát nálam sem merült fel sose, hogy én nem magyar válogatott akarnék lenni, de más squashba válogatottnak lenni, meg véletlenül ifi válogatottnak lenni kétszer, mert a korosztályban az első 100 nem volt Európában, de hogy nem az a kérdés, hogy milyen színek mész el, ki EB-re, VB-re, Marozsán Jennifer. Én sokkal többre tartom Jakab Fizsanettet, aki ugye magyar válogatottat választotta, pedig lehetett volna német válogatott, épp most lett német állampolgár, de hogy ez minden egyes esetben annak az egyénnek kell ezt eldönteni. És van, akinek fontosabb, hogy milyen címeket ér el, és van, akinek az a fontos, hogy milyen címer van a szívénél. Igen. Nekem is ez a fontosabb, de se neked, se nekem nem volt reális veszély. Nekem voltak Kínában, mondták, nem akarok egy kínai válogatott. Nem mondom. Azt még azért átgondolom. Tomász, nálad ez hogy volt? Hát én ugye fiatal koromban is inkább magyar válogatott felé tendáltam. És igazából nem volt kérdés. Apu is ezt erőltette, hiába nigériai gyökerek, de mondom akkor is, ha választanom kellett volna, és mind a kettő ott van, nem tudom, hogy jól döntök-e akkor. Na de ez az. Mik a szempontok? Tehát, hogy én kint születtem, kint nőttem föl, de otthon is magyarul beszéltünk, tehát én ezért valószínűleg közel álltam magyar zászlóhoz, mint a nigériaihoz. Mai napig apuval is magyarul beszélünk, és nem egy könnyű döntés. Tehát ha most azon kéne filozofálnom egy játékosként, hogy A vagy B válogatott, és ezzel kijuthatok ide, ezzel meg csak válogatott leszek, akkor valószínűleg a célirányt választom, és ezt lehet látni, amikor a játékos nem Nigériát, hanem Németországot, nem Nigériát, hanem Angliát választja, annak ellenére, hogy nigériai ételeket fogyasznak, vagy éppen magyar, tehát most más példát hozzak. De hát vannak ilyen családok, a Boatengék, az egyik gánai, másik német, a Sakáék, az egyik albán, a másik svájci, és ott ül anyuka, leláton az albán-svájc meccsen, és kinek szurkol. Én visszatérve még a Négo esetére, hogy az is igen egy érdekes dolog, hogy tehát ő aztán tényleg szóba se került a francia válogatottnál, tehát azért az egy könnyű döntés. Tehát itt meg... Hát egy könnyen mondjuk, itt az én... De a Balázs logikát követve, amivel egyébként teljesen azonosulni tudok, az föl sem merülhet Loic Négo, hogy a magyar válogatott legyen, mert tehát ott semmi családfa nincs, szeretett Magyarországon játszik. Most már ilyet nem mondják. Igazad a fontos, tehát az én tudomásom szerint nincs. Az ilyet nem mondják, mert ki tudja itt azért... Szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a konklúzió a legalábbis számomra az, hogy minden eset más. Tehát, hogy ez teljesen... Tehát, hogy befolyásolják a körülmények, a lehetőségek. Számtalan dolgot kell figyelembe venni, de hogy kinél mi az, ami a prioritási listában elő van, azt nem tudhatjuk mi megmondani. És ha találunk olyan játékost, akit honosítani lehet olyan posztra, ahol használni tudjuk, szerintem az jó. Tehát a, beszélt bármilyen.
A lehető legerősebb válogatott keretet kell összetenni, tehát és az most, ha honosítani kell, akkor honosítani kell. Tehát a németek is végén a törököket nem használták, aztán a fél válogatott török lett. Hát, igen, a svájciak, ha a franciákat nézik, albán. Igazából franciával játékos nincs benne. Nem ért fel egyet a Balázs, csak mondom. Nem, abszolút egyéni döntés, tehát hogy mik a prioritások, ezzel egyetértek, de hogy egy válogatott szintet, lehet, hogy csak én végén fekete-fehér, de hogy ezt nem szabadna úgy kezelni, csak objektívan is. És az, hogy az nem egy szabadna, érdekem, viszont... hogy egy német, vagy egy francia válogatott egyek, vagy egy magyar, vagy egy... Tehát, hogy nem kellene annyira... Az az egyéni érdeket, kezdeni. Hogy melyik válogatottat ez egy egyéni érdek, hogy a cél irányba megyek, vagy pedig beállom, 10 millió magyar, és akkor... De eredetileg ugye a dárdai családból indultunk ki, és én tovább is élek a gyanúperre, hogy azok a gyerekek legalább annyira németek, mint magyarok. Mert az egész életet... Tehát, ha nem lenne eredmény most a válogatottnál, akkor nem erről beszélnénk. Igen. Az meg egy, abban a Tomásznak igaza van, hogyha ez a válogatott olyan lenne, mint amilyen sokáig volt, akkor valószínűleg ezek a fiúk nem játszanák a magyar válogatón, nem lenne ennek értelme számukra. Ezt a dárdai család tudjon megmondani, hogy... De ott is, de most nézd meg, hogy a legkisebb gyerek eligazol a Wolfsburgba, és ez családi dráma. Miközben, vagy legalábbis a médiából ez jön le, miközben lehet, hogy a gyerek szeretne teljesen saját úton járni, hogy nem apa az edző, hogy nem ismerős a közeg, hanem mérettessek meg úgy, hogy mi van, hogyha a nevem az... Sőt, még nem biztos, hogy baj az, hanem apa az edző. Én is ezt mondtam, csak folyamon fogalmaztam. Szóval, igen, nehéz. Biztos nehéz kérdés. Én tartom azt, hogy szerintem az a Pali is egy picit inkább erre. Igen. És tök, teljesen igazad van abban, hogy igen, ők azért már ott nőttek föl, szocializálódtak. Tehát minden, igazából oda köti őket szinte minden, magyarok, de én még mindig úgy gondolom, hogy azért a Pali. És ma már létezik ez a kettős identitás, tehát nem egy olyan ismerősöm, vagy akár tanítványom van, aki nagyon régóta él valahol kint, és ő már legalább, vagy főleg minél kisebb korban kerül ki. Hogy ő abban nő bele, hogy ő spanyol, hogy ő német, és akkor egyszer csak jön az, hogy milyen válogató. Nekem se kérdés, mondom, de sosem voltam olyan szintű sportoló, hogy ez egy reális, tehát hogy ez egy valós kérdés lenne. Említetted a női labdarúgókat, akkor most velük folytatjuk. Ugyanis az MLS a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy távozik a Magyar Nemzeti Együttestől Margret Kratz szövetségi kapitány. A német szakember 2021 áprilisa óta irányította a női labdarúgó válogatottunkat. Így nyilatkozott, hogy sok jó embert ismertem meg itt, és remélhetőleg sok tudást át tudtam adni, miközben én is sokat tanultam Magyarországtól és a szövetségtől. Nagyon szerettem a csapatban végzett munkámat, amelyet nagy örömmel és lelkesedéssel végeztem. Ugyanakkor a szakmai kihívások egyre nehezebbé váltak, a családomtól való távollét és az ezzel járó honvágy egyre erősebb lett, ami együttesen teherré vált számomra. Azt gondolom, hogy pontosan itt az ideje a távozásnak, hiszen egy nagyszerű, stabil és mentálisan erős csapatot hagyok magam mögött. Nagyszerű dolgokat értünk el együtt, és a csapat az elmúlt 3 évben jól láthatóan előrelépett. Ezt mondta a szakember az MLS hivatalos oldalán, és a magyar női válogatott jelenleg a 43. a FIFA ranglistán, a Nemzetek Ligájában maradt ugyan a B-ligában, miután kétszer kikapott 5-1-re a belgák elleni osztályozón. Valóban jól láthatóan előrelépett a csapat, amíg ő volt az élén, igen? Az együttesnek. Nem így látod? Miből látjuk ezt, hogy igen. Nem akarom, hogy bántani, tehát ez egy nagyon nehéz erről beszélni. És megpróbálom innen is, meg onnan is megközelíteni. Én azért merek erről beszélni, mert 2008-ban, mikor az MLS főtitkára lettem, akkor ez a női foci senkit nem érdekelt, és akkor én ezt a hátamra vettem, és azóta bár kívül cipelet. Vagyok, de a hátamon van. Cipelet. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó gondolkodás szerintem a magyar női labdarúgás jelenlegi állapotában, hogy a szövetség egy nálunknál fejlettebb női labdarúgó kultúrával rendelkező országból hoz kapitányt. Ez jó. Ebben Európában az egyik legerősebb a német, ráadásul miután az ország sok tekintetben kötődik a német kultúrához, gazdasághoz, ezért észszerű, hogy onnan hoznak, még akkor is, ha a német női futball egy picit most válságát éri a férfihez hasonlóan. Az nem lett volna baj, ha edzőt hoznak szövetségi kapitánynak. Mert hogy ez a hölgy, aki egyébként óriási tudású, ő utánpótlás edző képzésben dolgozott az elmúlt évtizedekben, ez szerintem a tevékenységén is látszott. Tehát, hogy ennek van egy jó, meg egy kevésbé jó oldala.
Jó oldala akár a fiatalítás? Nem, a jó oldala az, hogy egy olyan kultúrából akarunk hozni embert, szakembert, amelyik jóval előttünk jár. Szerintem szövetségkapitánynak edzőt kell hozni, tehát az a szakmája. Tehát én is azt gondolom magam, hogy sok mindenhez értek, de ettől még nem fognak leültetni egy csapatnak a kispadjára, mert nem az edző a szakmám, sok más terület a sportnak inkább. Tehát, hogy szerintem egy komoly edzőt lehetne, vagy kellene hozni. Én nem látok ekkora előrelépést a válogatottnál, nagyon régóta nem látok. Abban megint csak előny, hogy egy német szakember, az ő kapcsolatrendszer az összehasonlíthatatlanul erősebb, mint a Magyarországon élő magyar szakembereké. Tehát, hogy ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy elég sok játékosunk játszik most már a Bundesligában, és most nem megbántva senki, nem csak Olaszország, és itt idézőjel az Olaszországon, mert hogy a francia, az angol, a spanyol, meg a német az a top a női futballban is. Az megint csak egy nagy előrelépés a női labdarúgásban, az utánpótlás szövetségi edzők, tehát Szarvas Alexandra, Rácz Zsófia, Tibor, Turtoszki Sanyi extra melót csinálnak, oda imádnak a gyerekek menni, és nagyon sokat tanulnak tőlük. Ez nagyon jó, mert belőlük lesz majd a felnőtt válogatott. A felnőtt válogatottnál nem érzékeltem, hogy a lányok kitörő örömmel mentek volna, mentek, mert ugye a válogatottnak lenni az mindig nagy dolog, de ezt én nem éreztem, a csapat mentális erősségét, vagy ebben való fejlődést sem érzékelem, mert kétszer vezettünk a belgák ellen, és aztán mind a kétszer kaptunk egy ötöst, ami az első után egy héttel 1-0-ra vezetünk és újra ötös kapunk, akkor szerintem ott a mentális területen lehet dolgozni még. Tehát én most nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a döntés, hogy ki lesz a kapitány, nem is a nevek, hanem hogy megvan-e az fogalmazva, hogy milyen karakterű, milyen tudásháterű, milyen futballfilozófiát képviselő embert keresnek. Ez szerintem egy izgalmas dolog, mert hogy elképesztő sok tehetséges gyerekünk van, ez látszik, akiket most már figyelnek a világ top klubjai is, tehát hogy a lehetőség megvan, nagyon sok tudást meg munkát kell beletenni, azért is jó, ha kívülről jön, mert másfajta, újfajta tudást hozhat be. Tehát akkor te nem magyar edzőt tudsz elképzelni, vagy nem magyarokat tudsz elképzelni a csapat élén? Én azt gondolom, ez megint saját személyes vélemény, tehát nem kell velem egyáltalán egyetérteni, hogy például Szarvas Alexandra, aki kiment Bundesligába, aztán Svájcban játszott, és aztán Svájcban lett edző, ő egy nagyon jó szövetségkapitány lesz. Szerintem még kell neki egy-két év, de nem tartom lehetetlennek, hogy ugye az volt a terv, az én tudtam, hogy majd akkor, hogyha Margaret Fretz kitöltötte a szerzést, hogy előbb nyúlnak hozzá, az egy bátor döntés, de hogy ő egyébként biztosan alkalmas lesz erre, mert nagyon jó szemléletet hozott magával, ért a futballhoz, szeretik a gyerekek, tehát csak jót lehet rá elmondani. Lehet, hogy még egy kicsit korai, de sajnos vagy szerencsére én ezt kívülről nézem, tehát nem vagyok a döntéshozók között, de biztos, hogy én olyat hoznék, aki hoz ebbe a rendszerbe új tudást, mert arra szükségünk van. Ti hogy látjátok a női labdarúgás? Mennyit foglalkoztok női focival? Hát, az MTK-ban van? Igen, én egy évet dolgoztam is a lányokkal. Ilyen egyéni képzéseket tartottunk nekik. Egyébként hozzátéve nagyon hálás feladat volt, mert tényleg mindig odafigyeltek, mindig próbálták a maximumot nyújtani, tehát néha még jobb is volt velük dolgozni. Edzés munkában sokkal jobb lányokkal igen. dolgozni, ez így van. Tehát én abszolút nem tudok rosszat mondani. Erről mi a vélemény? Nekem pont beszélgettünk, nekem ott a Vágó Fanni sztorival elindult itt egy ilyen kavarodás, amikor ő került a válogatott keretből. Ezt kell értelmezni a nézőknek, vagy tudja mindenki, mi a Vágó Fanni sztori? Lehet, hogy akkor most kicsit zárójel. Tehát, hogy azt történt, hogy a Vágó Fanni volt a Fradinak a meghatározó játékosa és egyben edzője, tehát játékos edző, és a válogatottban is egy évtizede hordta a tízes mezt, és úgy ítélte meg a szövetségkapitány asszony, hogy ez a két szerep ez nem összeegyezhetett, hogy valaki a magyar bajnok edzője és játékos, és egyébként válogatott játékos, és legalábbis a hivatalos kommunikáció az volt, hogy dönts el, hogyha válogatott akar lenni, akkor ne legyen edző a Fradiban. Az biztos, hogy annak a kommunikáció az nem sikerült tökéletesen. Igen, pontosan ennyi, hogy ott szerintem az a kommunikáció az el lett csúsztatva egy picit, és ez így nem jól jött le. Megosztotta az öltözőt, volt, aki a Fanni mellett volt, aki meg nem, és ez nem szerencsés egy öltözőben. Igen, főleg egy ilyen játékosnál, aki azért nagyon sokat tett a magyar női labdarúgásért, a király volt, tényleg az év játékosa volt folyamatosan, és nem mellette kampányolni, de én azt gondolom, hogy ez már ott egy picit ott megtört ezzel a
dologgal, de mondom még egyszer, én ebben annyira nem akarok állást foglalni, hiszen nem tudom a belső dolgokat. Most persze van egy nyilatkozat, hogy a család... Egyébként a nyilatkozat az nagyon korrekt, tisztességes, tehát nincs benne köpködés visszafele senkire, sőt, szerintem nem egy is volt, érdemes. Amit nem tudtam egy fél minutot értelmezni, ez az egyre nehezedő szakmai kihívások, az, annak keresem az értelmezését. Igen, igen, egyébként. Az azért nem összességében változtat a magyar női labdarúgás is, a szövetségi kapitány, ez mindenhol így működik, hogy új jön, újat próbálunk, és igen, igazad van, lehet, hogy egy olyat kéne inkább... Nem, mert a lemarad, tehát az érdekes, hogy fejlődik a női labdarúgás, igen. Az infrastruktúrás háttér az nagyon-nagyon sokat fejlődött, sok helyen sok lány játszik, fejlődünk, de hogy sok olyan ország van, akikkel mondjuk 10-15 éve egy szinten voltunk, és most... tehát nem látjuk, olyan messze vannak tőlünk, sok olyan ország van, akiket nagyon megvertünk, és most már kiegyenlítő. Tehát mi lehet ennek az oka, hogy ennyire nyílik az olló? Ez mindig így van, tehát én azt gondolom, hogy amikor nem nagyon méretjük meg, vagy nem, tehát azt érezzük, hogy egyre jobban főzök, ez nagyon jó dolog, és akkor egyszer csak mellém áll egy mesterszakács, és akkor nézek, hogy ja, hát ez is főzés, meg az is. Tehát én azt gondolom, hogy még többet kell dolgozni, még több tudás, ez mindig nekem négy mániám van, az intelligencia, a tisztesség, a tudás és a munka. Ez a sportban a sikernek az alapja. Ha ebből egy hiányzik, akkor nehéz, a több, akkor szinte lehetetlen. Aztán az, amit Krisztián is mondta az előbb az öltözővel kapcsolatban, ugye a Fradi sztorinál, hogyha a szereplők egy irányba húznának, tehát a játékvezető, az edző, a játékos, a közönség, a vezető, mindenki azért dolgozna, hogy a magyar női labdarúgás felemelkedjen, akkor gyorsabban haladnánk. Amíg ilyen pici személyes ügyek, meg klubügyek ezt fölülírják, az nem jó. Tehát, hogy én azt gondolom, itt mondok egy konkrét példát, 2027-ben rendezzük meg az U19-es női labdarúgó Európa-bajnokságot, ez óriási fegyvertény, hogy ezt ide tudtuk hozni. 100%-ig biztos vagyok abban, hogy a magyar labdarúgó szövetség minden eseményt úgy fogja megrendezni, hogy arról beszél Európa, hogy ez hibátlan. De kéne már most dolgozni extrán pluszban azzal az 50-60 gyerekkel, akinek esélye van oda kerülni. Mert hogy például az osztrákok úgy dolgoznak a korosztályos válogatók, ez csak egy példa, nem is ez a jó, hogy hétfőtől szerdáig együtt vannak, utána kidobják őket klubokhoz, ahol még fiúk közt játszanak, aztán hétfőn visszajönnek. Ők egy csapatot építenek, de látható az, hogy nagyon sok országban, tehát mint a francia női labdarúgás 10 év alatt fejlődött, vagy ha valaki nézte a labdarúgó VB-t, a nőit, 2 millió jegyet adtak el a helyszínen. Olyan meccsek voltak, hogy még a Krisztián se élvezte volna, nem tudom mennyire nézni. Én voltam benne néztem. De hogy a VB-n volt, tehát hogy nem az volt már, hogy távolról rárúgják, és a kapus feje fölött behullik a labda, hanem elképesztő futball van. És ebben szerintem, ahogy elfogadtuk, hogy van női kézlabda, női kosár, tehát az összes többi labdajáték mögött ott vagyunk, és majd izgulunk nem sokára, hogy a női kézlabda válogatott kvalifikálja magát az olimpiára, a női foci az egész világon messze a legnépszerűbb, a legnagyobb üzlet, tehát a férfi foci VB utáni másik legnagyobb üzlet az a női labdarúgó világbajnokság, ma már nem az olimpia, meg nem az atlétika VB. A magyar női labdarúgó válogatott számára milyen hangzatos siker érhető el? Ki kéne jutni egy versenyre? Tehát hogy azt gondolom, hogy itt az első siker, hogy a férfi labdarúgó válogatott legalább olyan messze volt attól, hogy EB-re jusson. Lehet azt mondani, hogy persze az 50 akárhány országból 24 jut ki, a nőknél nem ez a helyzet, tehát ilyen szempontból nehezebb, de a következő mérföldkő az lehet, hogyha egy felnőtt világversenyre, alapvetően egy EB kell, hogy legyen, mert a VB-re meg az olimpiára nehezebb, kevesebb európai juthat ki, mint a férfiaknál, tehát az kell, hogy legyen, hogy egyszer egy EB-re kijutunk, az óriási lendületet adna, és ennek előszobája ez a 2027-es U19-es EB kell, hogy legyen, ami iszony nagy munka, de ezt meg lehetne csinálni. Így legyen. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sokat szóhozunk. Ez egy nagy téma. Játékosabb nincs ezek szerint. Igen, nehéz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb is készülünk női labdarúgással, hogyha jöttök. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha eddig még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is. Szép napot, sziasztok!